Gyerektoborzót tartottak a Sziget utcai általános iskolában, hol a kicsik játékos formában ismerkedtettek meg a kosárlabda alapjaival. Olá Gabriella utánpótlás edző elmondta, reméli, hogy az ilyen és ehhez hasonló programoknak köszönhetően sokan a kosárlabdát fogják választani. Próbáljuk a gyerekeknek felkelteni a figyelmét. Lesznek különböző ügyességi feladatok, egy-két viccesebb fogócska, illetve tippelhetnek majd, hogy a játékosok közül kidobja be leghamarabb félpályáról, láthatnak egy-két trükközést labdával, illetve remélhetőleg zsákolást is. A gyerekek nagyon élvezték a labdás foglalkozást, főleg mert az Arkonika Albafehérvár kosarasai is velük tartottak az esemény során. Egy testnevelés órára érkeztünk, azért, hogy népszerűsítsük a kosárlabdát, és gyarapítsuk az Alba utánpótlását. Ez hagyományos az Albánál, hiszen minden évben akár többször is szoktunk jönni. Most kicsit feszítettebb volt a programunk, ezért így decemberre esett. Hát főleg ilyen ügyességi feladatokat szeretnénk csinálni a gyerekekkel, lesz dobóverseny is, talán egyet-kettőt még zsákolni is fogunk. Az Alba egyetlen vereséggel vezeti a kosárlabda bajnokságot, legutóbb a Sopron KC-t győzték le a fehérváriak. Legközelebb pénteken 18 órától játszanak bajnoki mérkőzés Debrecenben a Deac ellen.